A zenebar egy gaming piac, srácok, ahol több mint 20 ezer digitális terméket tudsz megvásárolni. Legyen szó magáról a játékról, előfizetésekről, giftkárdokról, és a többi, és a többi. Hétről hétre rengeteg akció, akár új, akár régi termékekre. Gyors support, akik 0-24-ben várják a problémáitokat, és készségesen segítenek, illetve ha valaki nem bízna ebbe az egészben, akkor csak csekkoljátok a Trustpilotnak az értékeléseit. Azóta is figyelek. Mert most hagyjál, hogy gondolkozzak egy kicsit? Ez nem az erősséged, de hajrá, tesó. Jó, figyelj. Uh-huh. Megvan az Ultimate Tax. Fú, attól félek én is. Azt figyelj, de figyelj most nagyon erősen, figyelj ide. Tehát, minden egyes nyitás előtt három dologba kell pikkelni. Az egyik, az a rating, az a legegyszerűbb. Most hát szerintem, aztán lehet, hogy nagyon szorul fog elsülni, de kell mondanod egy ratinget. Aztán kell mondanod egy csapatot, és harmadiknak pedig kell mondanod valamilyen, bármilyen ilyen, hogy is mondjam ezt, mit tudom én, hogy szőke, szakálas, az meg bajszos, 190 magas, valamilyen, ilyen egyedi, hát most nyilván az, hogy most valaki szőke vagy hosszú haja van, az nem feltétlenül egyedi, de valami olyan dolgot, ami arra a 10 játékos közül valakire igaz lehet. Érted, mire gondolok? Tetovált. Nyilván 5 skillt meg weeket azt nem mondunk, mert valószínűleg abban kurva sok lesz, de hogy valamilyen ismertető jegyet, jelet kéne mondani. Igen, ismertető jegy, igen. Chat is írja, így van. Szóval valami extrát most, nem tudom, mondjuk, hogyha nézzünk egy nachót, nem tudom, melyik jutott eszembe, a nachón, meg egy ilyen Ascensio, ők mondjuk pont nem ilyen extrák, tehát hogy nincs nekik ilyen ismertető jelük nagyjából. Testi adott. Ilyen szerintem kevés játékosnak van. És ugye van ez a három darab dolog, hogyha kettőt eltalálsz, akkor egy pont, hogyha mind a háromat eltalálod, akkor pedig kettő pont, ha csak egyet, akkor nulla. Gyakorlatilag ez a Gameszkónak a lényege. Pesti. Ez ugye Pesti mosolykó. Igen, Nacho az diabéteses, de nem, tehát ő... külső jelekre, jegyekre gondoltam. Hát figyelj, most ugye mivel kurva sok toc van meg ikon, ezeket azért lehet ismerni, na. Meg azért mostanában, itt voltál tegnap ezt a videót, azért láttad ugyanazok a kártyák támogatottam. Igen, tudom, a gilás az hogy néz ki, igen. Ennyi? Hát ez ott nem akartál játszani, hát most az ilyen. Jó, mehet. Na. Mit tudom én, tesó. Na, hát akkor szeretnél kezdeni? Vagy úgy csináljuk, hogy egy csomagot csak egyikünk mond, vagy mind a ketten mondunk a csomagra? Mind a kettőnknek kéne mondani, nem? Vagy nem? Hát mindegy, amúgy. Azon nevetem, hogy tehát írt. Akkor, ja, kezdjek én. Kezdjél te. Én mondom először, aztán te, és akkor mind a kettőnknek érvényes a csomaga, jó? Csomagja. Oké, és no, én azt mondom első blikre, a csapat az a Dortmund, a rating az 90, és az ismertető pedig a szőke játékos, akkor már a Dortmundban amúgy tök sok lenne, úgyhogy ha már a Dortmund jön, akkor valószínűleg lehet, hogy az is, úgyhogy szőke, Dortmund és 90-es nekem a három. Te jössz. Na várjunk. Ez gép előtt vagy? Ezeket azért majd írd már fel TXT-be, hogy nem, hogy elfelejtjük, mert ez a 9-nél már bele fogunk kavarodni. A pontokat írjam fel, vagy? Hát csak, hogy miket mondunk, mert szerintem el fogjuk felejteni amúgy így útközben. Vagy mondjuk a chat úgyse felejt, mert azok sose felejtenek, ugye ezt tudjuk. Jogos. Szia, az lesz a neve, szia TXT. Szóval akkor Dortmund, szőke, 90. Nem volt beköszönés? Jó, ezt kimondta, hogy videóban megyem, hogy hány évesek vagytok. Majd hogy meglátjuk, hogy sikerül. Na figyelj, én azt mondom amúgy, hogy Premier League. Az nem jó csapat kell. Konkrét csapat. Ja, hogy, ja, tényleg igen. Nem, most csak gondolkodok, mert itt nézem közben a kártyákat magamnál. Ja, szóval mert jó, annyi esélyt kapsz, hogy nem fifázol, hogy futbinezhetsz, jó? Nem futbinezek, te soha bevapozok. Akkor, nézem a saját kártyáját. Az, bánat tudja. Jó, akkor. Igen? Legyen. Jó, legyen akkor Premier League, United és Barnahaj. Mi? United, Manchester United, Barnahaj, és legyen 90 plusz. Nem, pontosat kell mondani. Hát 90, tesó, 90 jó lesz ez. Te is 90? Jó legyen. Persze. Let's go. És Kazemiről lesz. Nyilván nem ez a lényeg, aki ugye kint van, hanem hogy a csomagban legyen bármelyik. Kéne ráhangodat. Hát 90-es az kurvára nincs egy darab se. Ott passz meg. Dortmundos és Unitedos szintén kurvára nincs egy darab se. Szőke az viszont van, de
kurvára semmit nem érek el vele, mert az csak egy. Neked mi volt a másik? Az barna, barna hajú. Amúgy az van, de hát az megint nem elég. Juhú, nulla pont, juhú. Ez hát, zseniális. Igen, mondjuk a barna hajba bele tudnék kötni, ha szeretnék, mert az annyira nem extra. Ahogy érted, mire gondolok, hogy nem tűnik, a barna haj nem tűnik ki annyira, mert kurva sok futbolistának van az, de mindegy, mert nulla pont, úgyhogy jó van. Jó. No. Persze, vedd el azt az egy pontomat is, te. Ez nem pont, mert egy pont az nem érvény. Tudom. Na figyelj, most mondom a tutit. Na figyelj. Milános a aha. csapat. Milán a csapat. Figyelj, most figyeld meg. Figyelem. 91 a rating, és lesz olyan player, ezt mindjárt megkérdezzük a csetet, hogy elfogadjátok ezt a ismertetőt, akinek minimum 50 millió Instagram követőnél többje van. Ezt elfogadjuk? Azt a kurva. Nem. Paszódjatok meg. Akkor valami mást kell kitalálnom. Hány éves vagy? Ez ilyen testi adottság, hogy plusz követőd van, vagy mi? Nem, ez valami extra. Harmadik, mindig extra kell. Na, figyelj csat, akkor mondjuk 21 év alatti lesz. Azt elfogadjuk? Nincs ilyen, azt mondja. A Balábas az túl egyszerű, Boldika. Jó, akkor nekem a 21 év alatti a az utolsó. Igen, figyelek. Oké, figyeld, én meghúzom a váratlan tesó. Ez mondj be egy West Ham United, légy szíves. Ajax játékos lesz. Igen. 91-es. Hát lekopizik, az meg, beszarok. Igen. 91-es lesz, és ez ilyen különleges dolog. Nem baj, Kubu, ha Milános 91-es nincs, az mindegy. De mondjam. Nem kettőnek ugyanannak lennie. Igen? Ezt nem mondom, most elsütöm. Készkötése van. Az amúgy nagy cool, geci. Készkötése van, azt mondja. Mondjuk hát erre lehet rá kell googlizni amúgy, hogyha úgy van, de oké, és én adom ezt. Hát onnan tudok például egy játékost, akinek van ugye az a Bergwijn. Neki van készkötés. Tehát akkor te őt várod konkrétan. Konkrétan mondhatni ő. Oké, és jó, én adom ezt, amúgy jó. Sok készkötéses faszi van. Jó, menjem. Oké, és hát ez nem az. A készkötés az, ami ennek a Munoznak van, a számít, vagy az kell, ami, hogy a kezét tekeri körül, mint a Suáreznek volt annó. Arra gondolsz, nem? Nem erre a ilyen ízacsaktörlőgecire. Ja nem, ez nem készkötés lényegében, ez ugye ez ilyen csukló merevítő szar. Szóval ez olyan, mint ott a Milános player, jó napot kívánok! És 21 év alatti, a Tomori 21 év alatti, nem? Menj. Faszokat nem. Ilyen idős ez az ember? Azt hittem fiatalabb. Az baj. Viszont a Gabriel Strefedza, az se jó. Van itt valami fiatal csóka? Aha, a Dzeko. Hát ezek öregek tesó, hát ez beszoptam. Munoz, az se jó. Hát itt nincs 2000 fölötti. Hát ez is. Hát ezt beszoptam. Én beszoptam, mert nekem csak a Milán jött össze. Mit mondtam még? Milánt mondtam. Ja, de várjál! Adját a 91 összejött, mert a Munoz ott van. Na igaz. Szex. Igaz. Nagyon jó. Hát figyelj, az Ochoának van a kezén egy kesztyű. Az számít? Az nem. Na kinek nem van itt készkötője? Szerintem senki nem játszik készkötőbe itt. Valakinek esetleg ötlet, hogy lehet valakinek ezek közül? Mert nyilván a Tomorinak lehet? Azt mondja között. Tomorinak? Ennyire megnéz. Tomori képek. Egyelőre nem látok. Nem, nincsen. Írjuk tele. Tá, jó. De, várj, itt van neki a kezén. Itt van egy kép, ahol van neki a kezén. Ha találtál egy képet, ahol van neki, akkor én megadom. Hát, ezt sem mondanám annyira kötőnek. Ez inkább ilyen kézmerevítő. Hát én arra gondolok, ami egy per egy mindig a Suáreznek van. Igen, Suárez, Benzema. Ezeken. Igen, meg a Benzemának is van, igen. Hát mit mondasz? Nem, nincsen. Nincsen. Nem, ezt nem adjuk meg, nincsen kötő rajta. Azt nem adjuk meg. Egy kicsit, hát várj egy picit. Nem, hát a Zékónak. Nem, hát itt nyilván olyan emberekre kéne gondolni, aki az így most nem egy meccse főveszi, hanem így konstans főtétlen hordja, mint a Benzema, mert tényleg meg a Suárez is sokszor van, de az Ékónak se látok, úgyhogy... Mi? Mit ír a Pali? Pali? Melyik Pali? Hát a Pali 69. Frazának van. Hopp! Amúgy a Vlahovicsnak én is találtam. Hopp, kettő képen is, tesó. Az te vagy. Három kép is van a Vlahovics, az nice call. Igen, igaz. A csumi. Vlahovicsnak három képén is találtam. Négy, itt a negyedik, ötödik. Ja, az nice. A Vlahovicsnak van, gyerek. Óriási call. És te is 91-et mondtál, és neked a csapat nem jött be, mert itt is mondta Ajaxot. Ajax, yes. Hát akkor, oké. Okay. Benzema, meg Suárez. Bazi. Meg tudod, kinek van még a Benzemának? A Suáreznek. No, a beste volt Ajaxos, nem? Azt számítjuk? Amúgy, tényleg azt számítjuk? Amúgy. Ezt nem beszéltük meg. Amúgy, ez jó ötlet, ez számíthatjuk amúgy. Ez jó, ezt számíthatjuk, ja.
Az iconokat, ja. És akkor a Van Basten volt Ajaxos, kérdőjel. Volt? Idékel. Meg kéne néznem amúgy, igen. De nem volt. Minden holland volt Ajaxos amúgy, minden hollandik volt Ajaxos, nem? Volt hát. Na, tesó, akkor az két pont neked. Akkor mindenki beletaláltam. Getezett dogó. Nice, amúgy az akkor találat. Minden szempontból találat. Okés. Nice. Kezdjed most te, mert a kettőt én. Jó. Meg Milános is volt. Bazd meg Milános is volt. De tényleg. Jajajaj. Az kettő. De várjál, az nem jó. Nem, mert a Milánost azt én már kilőttem a Tomorival. Szóval nekem az nem plusz pont. Nekem akkor lenne plusz pont, hogyha lenne valaki 21 év alatt. És az viszont egy se volt, szóval nekem nem jár plusz, nem. De amúgy igazad van, hogy Milános is beszéljük volt. Beszéljük meg. Még egyszer ugyanolyan csapatot ne lehessen mondani? Egymás utáni körben ne. De most, amit első körben mondtál, a United-et, azt például most már mondhatnád, ha akarod. Jaj. Én mondom, tesó. És mi van, ha 21 éves kora alatt volt Milános? Ne menjünk a jelenbe. Igen? Úgy, igen. Legyen Bayernes játékos. Igen. 91-es. Igen. És... Ha várjál, most... Ezt most kérdezem, amúgy a Sané az minek számít? Neki rasztás haja van? Annyira nem, vagy de? Ez milyen hajnak számít? Ilyen afro haj, ami a Sané-nak van. Milyen van neki ez a lefont, vagy a mikrofon? Hát most neki ez a mikrofon van. Az a nagy gyopár haja, ugye? Igen, az afrónak számít. Ja, afro. Hát akkor ez afro haja van. Jó, az afróba beleszámít amúgy szerintem ezek az ilyen coffos és mindenféle ilyen rasztás téma is. Ja, legyen akkor coffos, jó, ezt megadom be. Akkor konkrétan a coffot akarod? Mint hát az Zlatánnak mondjuk, meg a Haalandnak? Ó, ja, mehet az, jó, legyen a coff, yes. Irendben. És? Én 92-t mondok ratingre fixem. Én mondok egy Arsenal player-t. Köszönöm, Laci, ma... A villámot. A villámot, Pisának, köszi, Laci. Tehát, hogy ágyús 92-es. Laca 223 gifted a tier 1 sub Teo Kristóf 268. És én azt mondom, they have given 11 gift subs in Tetsz Hannel. Hogy lesz benne olyan játékos, akkor is állják a hajra, akinek van baszkátja. Oké? Okay? Egy baszkátos hajat keresünk, mint Eden Hazard akár, ugye, vagy a Saliba például, ha már itt az ágyusokat nézzük. Tehát valamilyen baszkátos Józsit. Oké, és felírtad? Oké. Szóval, akkor let's go. Nem írom, de mehet. Ja, jó van. Jegyezzük, nyugi. Hát az ott az afród amúgy, mert ez beleszámít. Szerintem én maximálisan megadnám, mert itt amúgy Rasta is, meg Fonott is, én ezt megadnám instant. Ott a 92, ott a Bergwijnod a 91, akinek amúgy totali baszkátja van, csókolom. Viszont Arsenalos nincs, és ha jól látom, Münchenes ez sem játszott ott, ha jól tudom. Ugye, Erika, mert nem volt Münchenes cset. Mondom. De akkor a csapat az nem jött össze egyikünknek sem. De mind a kettőnknek egy-egy pont. Neked igen, bejött az afro meg a rating, nekem bejött a baszkát meg a rating. Mondom? Yes. Tehát akkor ez egy-egy pont. Egy-egy a szűle volt. Yes. Az mindegy, hogy volt-e vagy nem volt. Itt most csak a volt-e vagy nem volt, srácok, az ikonoknál játszik. Így van, az only icon. A többieknél az amit látsz a játékos mellett. Mint a live csapat. Ezeket most eldobom a faszba. Live csapat számít, yes. Kristófom, Csoti ellen 1v1 ezek éppen. Várjál, akkor most hogy állunk? Hogy állunk, egy akkor nekem ki... Egy elmész, azt hiszem. Ja, 3-2, vagy nem. Hát vagy 4-3, valamelyik. 4-3. Utolsó 84-10, és most akkor kezdek én. Erre közben ezt írom, hogy 4-3. Okés. Oké, okay, mert? Én azt mondom, lesz benne most egy barcelonai player. Aha. Én azt mondom, hogy lesz benne, mire menjek rá? Én megint egy 92 ratinget mondanék, ami extrát kéne, nem akarok rámenni ilyen statokra, csapatnak ikont bemondani. No, nem, mert az ikon is játszott valahol, és ott a számít. Az a baj, hogy bemondom, hogy tetovált, az úgy biztos, hogy lesz olyan, akinek van. Azt mondom neked, hogy lesz benne PL-győztes. PL-győztes. Ja, igen. Oké, let's go. Oké, mondom, hogy... Ja, Bazi, szatpazzika, nyomhattok fel itt, ha akartok valamire. Tehát Barca 92 és BL győztes volt valahol. Így van. A 10 labból. Oké, mondok neked egy olyat, hogy lesz benne Párizs PSG játékos. Igen. 90, 93 lesz a rating, és Tarkopasz
játékos is lesz, akinek full kopasz feje van. Totally kopasz, mint a Pepe. Ugye? Mint a Pepe, mint a Robbie Carlos. Uh-huh. Ilyenek. Okés. Okés. Vagyok erre, let's go. Tesz tégem, már megy is a Barca vonalam, let's go. Mi van? Hallaki. Jön a 92-m, neked nem jön a 93-ad, nem jön a PSG-t sem. És de kopasz van. És a kopaszod jön, de az ön magában sajnos kevés. Viszont a BL győzt, a Ter Stegen ott volt abba az évben, amikor a Barca utoljára nyert BL-t? Mert a többi csapat az kurvára nem olyan. Ott hát. Akkor, akkor az André hozta nekem a két pontot, urak. Let's go. És így 4-5 az arány. Így most én vezetek. Így vezetsz, egyel. Hogy a magecibe úgyis visszajönnek, amúgy van a 85-öket belepapogatom. Ki emlékszik rá, olyan régen volt a plusz egy. Nice, te kezdesz, barátom, és most már 85x10-eket nyitunk, ami nem tudom, befolyásol-e valamit, csak mondom. Az hát az akkor a call, pedig... A tocokon kívül mondhatsz akár, hogy lesz benne valami special, mondjuk, mit tudom én, a shapeshifter icon, vagy... Tehát ilyet is mondhatsz, ha esetleg szeretnél, mert ugye toc fix van benne. Persze. Mondom a call, tesó. Igen. Lászió játékos lesz. Igen. Jó napot. 91-es. Nem. De 91-es rating. És. Hát, ez nem könnyű itt most kitalálni valamit. Viking szakálla lesz. Tesó, tudod, igen, mint a Lukakunak, meg aha, ilyenek. Aha, jó dús. Ez a nagyon dús. Világos, ha. Szakáll. Oké, és a rating az nekem is most a same. 91. Csapatba City, mondjuk. Aha. És én meg akkor mondok egy olyat, hogy se haja, se szakálla, se bajsza, se borostája, semmilyen nincsen. Kulputyér. Csak és kizá... Hát igen, hát hogy egy bőr a fejem, igen. Ugye? Gyakorlatilag, igen, hogy semmilyen szőrzete nincsen, én ezt mondom, oké? Okay? Hát akkor full pucer. Így van. Adom, mert... A bőrfejű azaz. Hát ez nem bőrfejű. Oké. Okay. A rating az jön mind a kettőnknek. Nyilván itt viszani. Mi volt a csapatod? Ott a City jön nekem. A Lazio. Lazio a Lazio az nincs. Dús szakás nincs, unlucky. Hát igen, ez annyira nem dús. Ez minek számít, chat? Hát annak ott van bajsz amúgy. Fábio, lehet igen, én is borostásnak látom. Fábio, igen, borostás. Ja, hát ez borostás, igen. Borostás az a faszi nagyon. De hát ez borosta amúgy, ez borostás az a faszi. Megnéztem egy-két képet itt a internetjen, és ez a faszi azért eléggé. Hát mindig ilyen, olyan ilyen borostás faszi teljes mértékben. Én nem ilyenre gondoltam, tehát én ilyen fiatalabb kopaszabb srác, aki tudod, ez elég idős. Hát most a Sunny arcát ilyen kopasz fejjel lényegében. Hát, ja, csak már Sunny-nak is van egy, hát a Sunny-nak is van, de... Ja, igen, hát srácok, akkor ugye nekem bejött a City meg a rating, a Csotikának pedig csak a rating, ha jól mondom. Mert se szakál, se láció, úgyhogy egy point ide. Közben mondhatod? Szóval az enyém, az Burnley játékos lesz. Hogy micsoda? Burnley. Burnley. Igen. Játok fel, légy szíves. Igen. Igen. 92-es rating lesz, tesó, és barna bőrű. Márhogy nem ez a Lukaku félére gondolsz. Nem. És nem is a Lucionira, hanem a kettet, ez a csoki. Így van. Konkrét játékosra gondolsz amúgy? Nem. Oké, és tehát ez a kis szolizott. Hát a telje, olyan sem a telje, oké. Jól van. Az milyen? Várjál, hagyd nézzem már. Hát közben. A telje az olyan. Telje a Brownfield sokat dobál. Oké. Okay. Aha, például, ja. Ez egy jó példa, de. Így van. Én beütök most egy olyat, hogy... Ez egy jó példa. A rating az 88, csapat az a pool, és merész leszek, és mondjuk mondok, szia Zónika, és mondok egy olyat, hogy ha elfogadjátok nyilván, hogy lesz benne minimum 3 darab azonos nemzet. Tehát, hogy a 10 játékosból 3 ugyanolyan nemzet lesz. Mondjuk 3 brazil, 3 angol. Ezt elfogadjuk? Lehet, azt mondják a cseten. Oké, és akkor remélem megegyeztétek, mit kell figyelni, mert én már kurvára nem. Na, let's go! Én se. Na, mindegy. Azt sajátomat tudom. Burnhill kell. És neked 92-t mondta pont, ugye? Jól emlékszem. Így van, 92. Az már jön is. Külkrük! Nekem 88 a ratingem, ami nem jön, sajnos. És Csoki a kudus. A kudus az meg ott van a Ekambi. A Brunhill nekem, vagy mi a Burnley neked nem jön. Mi jön neked? Hát a Csoki. A Csoki. A
A Kudus vagy a inkább a Toko? Hát én inkább a Zanét mondanám ennek a Szolizottnak. Nekem a Toko meg a Kudus, nekem ő már a feketébe tartozik. Én a Zanét mondom el ezt ennek a Bornitotnak. Bet. Hát akkor nekem ez nullás, az a helyzet. Nekem mennyi pont ez most? Várj, a nemzet jön nekem? De csak a nemzet jön, tesó, mert se 88-as nincs, és milyen csapatot mondtam? Liverpoolt, olyan sincs. Szóval nekem nem jön egy sem. A nemzetes jött. Úgyhogy az ő nem pont. Zané, Kudus, Riszorszolin. Nekem ez mennyi pont? Neked egy pont. Egy pont. Hat. 5-6 gyerekek. Így van. Gondolkozzál akkor, hogy mi lesz a te kollod? Az, hogyha ehhez, erre is nyomnánk egy predit. Mehet. Ilyen külön pontért, ha már így végigcsináltuk, hogy csináltam. Csak egy nevet mondjál, ez ilyen konkrét nevet. Duget. Ebbe bármi lehet? Szerintem plusz Tots Moments, SS vagy Footies. Gondolom, 1/4. 1/4. Abba benne volt egy Mertensnek a 95-ös lapja? Igen, ez ebbe volt az. Akkor Mertens. Én azt mondom, hogy Forlán. Egyik se gondolom. Dehogy is. Szép tesó, áké. Rózsaszíneket. Na jó. Én kezdek. Milyen álomvilágban élünk? Én kezdek most, ugye? Na te vagy most. Jó. 93 ratingem. Meg fogom bánni, de Chelsea player csapat. Hát 93 a Chelsea player. És mondjuk valami hosszú hajú playerre gondolok, ilyen Forsberg. Mondjuk nyilván, tehát hogyha össze van fogva, attól még hosszú haja van, tehát ilyen Haaland. De mondjuk onnantól indul, hogy mondjuk a Forsberg, tehát hogy akinek csak így hátra van fésülve, az nem számít, hanem ténylegesen hosszabb haj, amit mondjuk olyan haj, hogy össze lehet már mondjuk kötni. Tehát ez a hosszú, oké? Okay? Hogy nekem ez. Jó, nem az enyémet. Juventus. Akkor, igen. 92. És. Nyakán, kimondottan a nyakán van tetoválás. Hát az nagyon nyakán. Kevés player, ezt ugye tudod? Persze, tudom. Én elfogadom azt, hogy a nyaktól fölfele bárhol van neki. Oké? Okay? Van a füle mögött. Én kicsit hardcore-ba akartam, hogy Olli a nyak játszik, mert most bemondom azt, hogy tetkó, tesó, minden másodiknak van. Jó, tehát akkor nyak fölött tetkó. Kivijem, azaz. Úgy, nek nincs a tarkóján? Vagy az csak a redő? Juventus player az jön? Ez te vagy? Nice. Hát csak a rating az. A rating az nekem jön viszont egyelőre. 92-es, van bizony 92-es. Ratingem is jön. A ratinged jön, a Juventus jön, és hogy ezek közül, amelyiknek van-e tetkó a nyakán, cser? Talán a Tiágónak van? Az a baj, hogy ebből így nem. Meg kell nézni. Tiágó. Hát ezeket nem tudom, cser. Valakinek, így a kisképen egyelőre nem úgy tűnik, de akinek valakinek lenne, a Vardinak biztos nincs. Tiágónak sincs. Ezt nem tudom. Hosszú haj. Ennyimet még nem néztem, hát a Trent... Ha a lapot nézzük, akkor hosszú, nem úgy jelenleg, ugye Trentnek kicsi haja van. Nyilván valószínűleg ugye a lapot nézzük. Hát ha ez szerintetek hosszú haj, amúgy az csak, hogy hát nézzük, mert akkor nyilván megadós. Nekem mindegy, igazán. Hát várjál, mert Chelsea player, bazd meg, várjál, nincs a Blan, az játszott ott. Játszott a Chelsea-be. Nem még. Mire? Tudom múlva. Meg Di Lorenzo, Tetko. Di Lorenzónak van. Nek. Tetkós tesó, azt tényleg ki van arra mind a két keze. Akár nem látok. Én se. Akár srác, legalábbis a képek alapján. Akkor ugye Csatikának jött a rating meg a csapat. Nem jött a rating meg a hosszú haj. Jól látom, ugye? Úgyhogy elviekben akkor ez egy-egy pont. Gondolkozhatsz. Gondolkodok ez. Egál van vagy vezetek egyel? Egyel mész. Már nem egyen megyek, azt hiszem, vagy 6-5, vagy 7-6. Ja, 7-6 oda. Akkor legyen az, hogy Madrid játékos. És? 93-as. Piri. Akadni kell, várjál. Van egy kurva jom. Tudod addig a tiédet? Nekem. A 93-ast én is tartom, és hát a Madridot mondtad, én Barszát mondok. Szóval a Barsza 93, és lesz olyan játékos a 10-be, aki most a nyáron eligazolt Szaúd-Arábiába. Az nagy. Azt mondom, hogy Rasta hajú lesz a 10-ben. Rasta, tudod? Az officially Rasta. A Trent a képen. Mint a Trent, ez tökéletes példa. Afro. Vagyis nem Afro, hanem ugye Rasta. Hát, Rasta. Az mindenki, az nem mindenki.
Brandt, az pont nem igazolt el. Jött a 93. Jött a 93. Van egy Real Barszánk, amiből nem jön egyik sem. A Rasta se jön. Nem jön a Rasta se, és nem jön a... Marpák volt, nem hozott pontot senkinek. Az igazolás se, ugye, Cset? Mert a... Most eligazolt Olaszországból, ez Párizs, ez marad, ez Barca, ez marad. Szerintem marad, ez is marad, ugye? Ez volt senki innen a... Jó szarpek volt. Nem, úgy igen. Ne, nem hoz pontot nekünk. Nem hoz pontot. Pont. Ezen gondolkozzál, most megint kell mondanod egy playert, tudod? A kész van megint a fény. Fuck this bullshit. De én mondom a... Sunny-t, az minden packben benne van. Jó, gett. Én azt mondom. A CB SS Zsiru. Ott vagyok! Igen. Jó, ide ismerem a játékot! Tetőtő talpig, urak! Igen. Extázis, de még mekkora? Nagyon nagy. Az nagyon nagy. Hát, official. Kiszedi az ödeliktet. Ki jön? Most akkor így viszont egyen megyek. Most a kettővel megyek. Kettővel jössz. Nem csomag. Kettő, bocs, mert ez nem tartozik bele. Kettő csomag, nem meg még valószínűleg egy pick ki fog jönni belőle. Bemondok most én egy Bayern Münchent, bemondok egy 93-at, és bemondom azt, hogy csomagnak a fele, tehát 5 játékos minimum, színes bőrű. Tehát nem fehér. Ebbe igen, beleszámít igen. A Zané-féle csoki, meg nyilván a full szín. Mondom én a Frankot, de sok. Na, a Bayern-t. Azt, amit én? Ja. De nem, te Dortmundot mondtál. Én Münchent mondtam. Ja, akkor nem mondom a Bayern. Én Münchenen vagyok. Jó, oké, akkor mondom a... Sok az az 5, ettől lesz izgi. Igen. Mondom a Milánt, mondom 92. Igen. És lesz minimum a PEC tartalmában 3 olyan játékos, aki játszott a Citybe. Ever. Most játszik, vagy játszott valaha. Oké, ezt adom, oké, let's go. Ezt adom! Ez mi? Hát ez nem az, ami nekem kell. A 93 az jött nekem, a 92 az nincs. Hát kicsi ilyen nincs. Viszont nincs München játékos, nincs Milán játékos se. De viszont rengeteg duplicate. És szerintem itt 3 volt City-s player, nem nagyon fogunk találni, van egy olyan sandogyanú. De Cset, mondjátok, hogyha esetleg mégis. Tehát, hogy a Tombakti az nem volt. Szerint 4 csoki. 1, 2, 3. Ez 3. Vagy beleszámod a Driussi, hát a Driussi ez fehér. Nekem ez csak 3 csok ez nekem. A Trent sem izé csoki. Ez fehér ember. Ochoa is fehér. Hát tesó, akkor, tehát hogy ez semmi. Ez jól leszem, hogy ez totál semmi? Ez teljesen nulla, de viszont van 48 millió duplicate. Merci. Hát mondjuk, ha neked se pont meg, nekem se, én annak csak örülök. Hát a 93 jött, de ugye az úgy önmagában nem elég. Gondolom a Trentre gondolt, hogy ő is színes. A Trent? Várj, ezt mondom. Hát nem tudom, fasz, hogy nekem a Trent annyira nem. Nem annyira nem? Hát, vagy nem tudom. Én nekem ez nullás. Nem egyértelmű, nem adjuk meg. No, tesó, kérek egy nevet. Oké. Striker 94 Neuer. Egészen konkrét. Az én pickem pedig a Kolo Muani 92. Egyik se, de legalább le lették gridizve, tesó. Aztán utolsó csomag, és még abból csinálok majd valószínűleg egy... Még, úgyhogy itt most mindegyiket el kell találnod, mert kettővel megyek. Uh-huh. Na figyelj, tesó. Mondom a szituációt. Figyelek. Dortmund... Nem. De, Dortmund játékos. Igen. 93-as rating. És a PEC tartalmában minimum lesz 2 játékos, aki BL győztes volt. Minimum 2 is, azt a kutya faszát neki, wow! Jól van, én akkor azt mondom, így utoljára, hát én az ágyúsokat tippelem, az én ratingem, én is megyek a 93-ra veled, Arsenal, és az utolsó pedig, hát én egy olyat mondok, ami specifikus, mert meglátom, hogy elfogadjátok el, hogy 95 rating feletti ikon csatár lesz a csomagban. Ez egy elég specifikus, elfogadjuk-e? Bármilyen ikon csatár, ami 95 vagy feletti, mondjuk. Tehát például a Van Basten, a Rijkaardnak most van ugye a 95-ös lapja, és csatár, tehát esté. Tehát esté. Csatár, mint esté. Konkrétan esté, aha. RVLV nem számít. Csak is kizárólag az esté, jó? Ez elég specifikus, erre elég kevés esély van, a CF nem számít. Csak az esté. Hát ez nem az. A rating mindkettőnknek jön. Nézzük a Dortmund és az ágyus playereket. Hát az ikon nekem nem jön. Az ágyus player jön. A Jorginhoval.
Dortmundos az nincs. Gatya, leves. És szerintem a IRO nem is volt ott. A Blanc szintén nem volt ott. PL győztes. A Jorginho ott volt, ugye? A Jorginho jó. Hát meg, nem tudom, hát a Blanc meg a IRO közül valamelyik csak. Őszintén, nem? Hát ez korrekt kérdés. Biztos, hogy volt valamelyik. Hát nem akarom elhinni, hogy nem. Abban az időben, amikor ez a Barszába volt, vagy a Unitedbe, vagy az Interbe. Nem? Vagy a IRO. IRO, igen, azt írják. Azt erősen tudom képzelni, hogy a IRO volt. Fernando, IRO, Champions League. Ja, három is van neki. Ugye? Három is van neki. Úgyhogy a ratingért meg a Champions League témára kapsz egyet, én pedig a ratingért és a csapatért kapok egyet. Ő egy. Ugye? Így van, 7-9. Mondom, mert ikon nem volt. Jó, akkor ezekből összerakok egy utolsót, ami dupla vagy semmi ér meg. Tehát, hogyha ott eltalálod a nevet, akkor kijövünk X-re, mit szólsz. Aha, jó, jó, jó. Jó? Jó, bet. Jól gondold meg. 94 CB Becker. 94 CB Becker. Én azt mondom, hogy Zinchenko. Na, let's go. Let's go. Megúsztam? Nem találtam el én se, de... Húszar. De megúsztam. 7-9. És akkor a győztes veszi be a vesztesnek a lába között. 7-9 a vége, chat. Ujjjjjjjjjjjj. Jó volt. Nagyon ez izgalmas. Jó, chat, tetszett? Élveztétek? Szupi volt? Nagyon-nagyon szerelmes volt. Juhi. Ezt a fanbastant vártam volna. Le lett focizva. Csatika, le lettél focizva, azt mondják. Hát, látod. Vége van, Boldika, igen. De sok. Unlucky. Hát, és nyilván a csomagok tartalmáról nem beszéltünk annyira közben, ugye, mert benne voltunk a játszmába, de hogy így nem igazán sikerült semmi egyelőre ma. Hogy, ugye, amikért jöttünk, az annyira nem sikerült, úgyhogy nem, hogy Titi nem, gyakorlatilag a... Na, csokolok már ezeket, srácok, holnap délután abbe. Szerintem, jó? Sziasztok!